Michael J. Sullivan, Ryria krónikák, második könyv, Avemparta, az elfek tornya, hatodik fejezet, a torna. Biztosítatlak róla, királyi fenség, kezdte Arista a legelőzékenyebb hangján, hogy Árik király uralma alatt nem változik majd Melengár politikája, sem a szomszédaival, sem a belügyekkel kapcsolatban. Fivérem, apánk örökségét óhatja továbbvinni, szem előtt tartva az Essendon ház méltóságát és becsületét. Melengár továbbra is vállalja a békés nyugati szomszéd szerepét. Arista anyja legjobb ruhájában egy ezüst színben csillogó selyem holmiban állt Dunmore királya előtt. 40 gomb sorakozott a ruhaújon, több méternyi bársony szegély futott végig a hímzett fűzön és szoknyán. A kerek nyakkivágás kecsesen nyugodott a hercegnő vállán. Arista kihúzta magát, állát felemelte, tekintetét előrevetette, két kezét egymásra helyezte. Rossford király, aki farkasbundának kinéző öltözékben ült a trónján, felhajtotta kupája tartalmát és befögött. Az alacsony növésű és mérhetetlenül kövér uralkodó hájas arca a saját súlyánál fogva az állára csüngött, nyakán pedig háromszintes toka égtelenkedett. Szemét félig lehúnyva tartotta, ajka nedvesen csillogott, és Arista megmert volna esküdni rá, hogy nyálcsíkot lát a torka vastag redői között végig csorogni. Freda királyné a férje mellett ült. Ő is hatalmasra nőtt, de a király mellett mégis vékonynak tűnt. Míg hites urából különböző folyadékok szivárogtak, a feleség olyan száraz volt, mint a sivatag, mind kinézetében, mind viselkedésében. A viszonylag apró, fapadlójú trónterem boltíves menyezetét faoszlopok tartották, a falakat őz és jávorszarvas trófeák díszítették. A vadak olyan vastag porrétek alul hunyorogtak, hogy a bundájuk egészen szürkének tűnt. Az ajtó mellett állt a híres, 3 méteres kitömött medve, Oswald. A vadállatot feltartott karmokkal, vicsorgó pofával örökítették meg. A Dunmore-ban keringő legenda úgy tartotta, Oswald 5 lovagot és megszámlálatlanul sok földművest ölt meg, mielőtt Ogden király, Rossworth nagyapja, egyetlen meztelen törrel a kezében végzett vele. Annak már 70 esztendeje, amikor Glamrendor csak egyszerű végvár volt, semmi több. Dunmore pedig csupán egy ösvényekkel behálózott erdő. Rossworth maga nem dicsekedhetett hasonló hőstettel. Az udvari élet kedvéért elhagyta ősei vadászhagyományait, és az igencsak meglátszott udvartartásán. A király feltartotta a kupáját, és megrázta. Arista toporgott, Rossworth ásított. Valahol a hercegnő háta mögött cipő kopogott hangosan, valaki motyogott valamit az orra alatt, aztán megint cipőkopogás, végül csettintés. Hamarosan egy vékony és törékeny alak lépett a királyi emelvényre, egy elf. Durva szövésű, egyhangú, barna, gyapjú tunikát viselt. Nyakában szegeccsel összefogott, nehéz vaskarika nyugodott. Az elf korsóval közelített a királyhoz, megtöltötte az uralkodó kupáját, majd elhátrált. A király ivott, de túl mélyen megdöntötte a kupát, és a bor végigcsorgott az állán, halványpiros csíkot húzott a bőrére, és a cseppek még sokáig ott lógtak tüskés bajuszán. Újra böffentett, ezúttal még hangosabban, aztán elégedetten sóhajtott. Megint Arisztára emelte a tekintetét. Na de mi van Braga halálával? Kérdezte Rossford. Bizonyítékod van rá, hogy részt vett ebben az állítólagos összeesküvésben? Megpróbált véget vetni az életemnek. Mondott te! De még a tényleg igaz is, minden oka megvolt rá. Hithű nefronitának ismerte mindenki, és te, lássuk be, mégiscsak boszorkány vagy. A hercegnő szorosabban összenyomta két kész fejét. Nem először tette, és az ujjai fájdalmasan feszültek egymásnak. Bocsáss meg, királyi fenség, de attól tartok, rosszul értesültél a kérdésben. Rosszul értesültünk. Mi... A király szavai köhögésbe fulladtak. Sokáig köhögött, aztán végül kiköpött a trónszék elé a padlóra. Freda merőn nézett az elfre, mire az odalépett és a tunikája szegélyével feltörölte a köpetet. Nagyon jó hírszerzőink vannak, folytatta a potrohos király, akik szerint Braga és Szaldúr püspök pert indított ellened boszorkánság és apád meggyilkolásának vádjával. Közvetlenül ezután lecsapták Braga fejét, és ugyanazokkal a vádakkal illették, mint előtte téged. Most Melengár nagyköveteként jössz az udvarunkba, nő létedre. Attól tartok, a mi ízlésünknek ez túl zavaros.
Braga azzal is megvádolt, hogy megöltem ő felsége Arik királyt, az öcsémet, aki kinevezett erre a posztra, vagy az ő létezését is tagadott felség. A király szemöldöke magasra szökött. Fiatal vagy, hercegnő, szólt hűvesen. Nagykövetként ez az első audenciád. Most az egyszer hajlandóak vagyunk megbocsátani kirohanásodat. Ha még egyszer megsértesz minket, kidobatunk a királyságomból. Arista némán lehajtotta a fejét. Nem tetszik nekünk, hogy Melengár trónjához vértapad, sem az, hogy az Essendon ház csak színleli a hűségét az egyház felé. Továbbá visszataszítónak találjuk, hogy királyságotok megtűri az elfeket. Hagyjátok, hogy azok az aljas állatok szabadon kószáljanak. Novron sohasem akarta volna, hogy így legyen. Az egyház arra tanít, hogy az elfek faja egy métej, rabszolgasorban kell tartani őket, vagy az egész fajtának vesznie kell. Olyanok, mint a patkányok, és Melengár a farakás, ahol meghúzzák magukat. Nem kétlem, hogy Arrik folytatja apja politikáját, mindketten szemellenzővel születtek. De a változás szelei fújnak, és már most látszik, hogy Melengár túl ostoba ahhoz, hogy arra felé hajoljon, amerre a szél fúj. Bár mindez annál inkább kedvez Dunmore-nak. A hercegnő kinyitotta a száját, de a király feltartott ujját látva rögvest be is csukta. A meghallgatásnak vége. Menj vissza az öcsédhez, és mondd meg neki, eleget tettünk a kívánságának, és fogadtunk téged, de nem nyűgöztél le minket. A király és a királyné felálltak, aztán távoztak a terem végében található boltíven keresztül, és ott hagyták Arisztát, aki immár az üres trónszékekkel nézett farkas szemet. A közelben álló elf merőn nézte a hercegnőt, de egy szót sem szólt. Arista félig meddig azon volt, hogy folytatja előre begyakorolt szövegét, hiszen a hiába valóság érzésén ez már úgysem ronthatna, ráadásul a hátrahagyott trónok ugyanolyan süket, ám annál udvariasabb hallgatóságnak bizonyulnának. Felsóhajtott és leejtette a vállát. Rosszabbul nem is sikerülhetett volna. Sarkon fordult és kisétált a teremből, szép ruhája súgását hallgatva. Kilépett a várkapun és letekintett a városra. Mély, megkeményedett barázdák és kátyúk szántották fel az egyenetlen földutat. A szikkadt kövekkel teleszólt szekérutak kiszáradt folyómedreknek tűntek. A nap halvány szürkére szívta a feszes sorokban álló egyforma faházak színét. A város polgárai kopott, színezetlen gyapjúból vagy lenvászomból készült ruhákat viseltek. Több tucatnyi megfáradt arcú ember üldögélt az utca sarkokon, vagy őgyelgett céltalanul, tenyerüket kitartva a járókelőknek, de azok rájuk sem hederítettek, mint a csak látatlanok lettek volna. Arista először járt Glamrendorban, Dunmore fővárosában. Megrázta fejét, és halkan azt mormogta az orra alatt. Mi is fogadtunk téged. A sivár környék ellenére a város pezsgett az élettől, bár a rohanó, sürgőforgó emberek minden bizonnyal nem az őslakosok közé tartoztak. A külhoniak ugyanis cipőt viseltek a lábukon. Kocsik, fogatok, szekerek és lovasok özöllöttek a város főutcáján, mind keletre tartva. Az egyház a nemesek és közemberek számára egyaránt biztosította, hogy benevezhetnek a tornára. A megméretetés jó lehetőséget nyújtott a vagyonra, dicsőségre és hírnévre vágyóknak. A hercegnő kocsija az úton várakozott, lobogóján a melengári sólyommal. Hilfred tartotta az ajtót. Bernice odabent ült, térdén egy tál süteménnyel és arcán törhetetlen mosollyal. – Hogy sikerült, kedvesem? – kérdezte. – Lenyűgözted őket? – Nem igazán, de azért háborúban sem állunk velük, úgyhogy hálát kell adnom Maribornak. Leült a dadával szemben, aztán gondosan behúzta a ruhája uszáját az ajtón, nehogy Hilfred rázárja. – Gyömbérsüteményt? – kérdezte az asszony, és a hercegnő orra elé tolt egy tálcát. Arcán szánakozó kifejezés ült, még az alsó ajkát is lebiggyeztette. Ettől egy-kettőre elrepül a fájdalom. Hol van Sauli? Kérdezte a lány, miközben gyanakodva méregette az emberke alakú süteményeket. Azt mondta, meg kell tárgyalnia valamit az érsekkel, ezért őszentsége kocsijában fog utazni. Remélem, nem bánod. Arista nem nagyon bánta, ha csak azt nem, hogy Bernice nem követte a püspök példáját. Fárasztotta a szűnni nem akaró kíséret, és hiányolta a lakótorony magányát. Elvett egy süteményt, és csendesen figyelte, amint a kocsi megbillen, ahogy Hilfred felmászik a kocsis mellé a bakra. A fogat meglódult, és döcögve elindult a kátyús úton. Ez már száraz, szólalt meg a hercegnő a kemény és homok ízű süteménnyel a szájában. Bernice borzadályt mímelt.
Nagyon sajnálom. Hol szerezted? Egy kis pékségben a... Kimutatott az ablakon, de a kocsi mozgása összezavarta a tájékozódását. Körülnézett, de végül feladta, és leeresztette a kezét. Nem is tudom, azonban annyi bizonyos, hogy csinos kis üzlet volt, és azt gondoltam, hogy jól fog jönni valami, amitől jobban érzed magad az audencia után, kedvesem. Jól fog jönni valami? A Pestra erőltetett mosolyjal bólintott, aztán megpaskolta a hercegnő kezét. Nem a te hibád, gyermekem, igazán nem szép dolog ő fenségétől, hogy belekényszerített ebbe a helyzetbe. Inkább maradtam volna Medfordban, hogy fogadjam a kérőket, vágott vissza Arista. Pontosan, sehogy se jó ez az egész. Ahogyan a sütemény sem. Arista visszatette a kis embert formázó süteményt a tálcára a lába nélkül, amit leharapott. Aztán felső fogsorával takarítani kezdte a nyelvét, mint egy macska, ami meg akar szabadulni a szájában összegyűlt szőrtől. De ő királyi fenségét bizonyosan lenyűgözted a kinézeteddel, folytatta Bernice, és büszkén tekintett végig a fiatal nőn. Egy ilyen gyönyörű teremtés... A hercegnő sandán pillantott a dadájára. A ruha gyönyörű. Persze, hogy az, de... Maribor kegyelmez, vágott a szavába Arista, amikor kitekintett az ablakán. Hányan lehetnek? Olyan, mintha egy hadsereggel utaznánk. Amint a fogat elérte a város túlsó végét, eléje tárult a csődület. Olyan 300 férfi állhatott a Nefronita egyház lobogói alatt. Egy soros vonalban várakoztak, de az egyház keresve sem találhatott volna ennyire sokféle embert. Voltak itt izmos, cingár, magas és alacsony bajnokok, lovagok, katonák, nemesek és parasztok. Egyesek páncélt viseltek, mások sejmet, megint mások lembásznak vagy gyapjút. Csatalovakon ültek, meg teherhordó hátasokon, pónin vagy összféren, kocsin, nyitott fogaton, szekérem vagy rögtönzött deszkakordén. A különös, szeretvetett csapat minden tagja ugyanazzal a várakozó, bizakodó mosolyjal az arcán állt, és a szemük a keleti horizontot kutatta. Arista első hivatalos nagyköveti megbízatása véget ért. Rosszul ment, de legalább vége lett. Most, hogy Sauli nem tartózkodott a közelükben, félretelte az államról és egyházról, bűnről és bűnösségről alkotott meggyőződéseit. A napok óta érzett folytogató nyomás megszűnt, és végre ő is átvehette a környezetében pezsgő, növekvő izgalmat. Mindenfelől emberek érkeztek, hogy csatlakozzanak az egyre dagadó sokasághoz. Volt, aki csupán hóna alá dugott lenvászonzsákkal érkezett, mások egész csordányi málháslovat vezettek. Aztán olyanok is akadtak, akik egy sátrakkal, ételekkel és ruhákkal megrakott szekeret is a magukénak mondhattak. Az egyik jól öltözött kalmár bársonnyal bevont székeket és baldahinos ágyat hozott a szekerén. Lárma zavarta meg a szemlélődést, valaki megdöngette a fogat tetejét, a gyömbéres emberkék szerte szétrepültek. – Ó, jaj! – kiáltott fel Bernice. A következő pillanatban Mauvin Pickering arca jelent meg az ablakban, aki vadul lobogó hajjal, a nyergéből lehajolva nézett be a kocsiba. – Hogy ment? – vigyorgott Mauvin huncutul. – Készülhetek a háborúra? Arista mort pillantást vetett a fiatal férfira. – Ilyen jól sikerült, mi? – folytatta a fiatal Pickering, rá sem hederítve a kavarodásra, amit okozott. – Később még beszélünk, meg kell találnom Fanent, mielőtt még beleköt valakibe. – Üdv, Hilfred! Egész jó kis Ramazulinak ír, idgékre kezik. Utoljára mikor sátoroztunk együtt? Na, viszlát, barátaim! Bernice tátott szájjal fohászkodva a kocsi mennyezete felé fordította a tekintetét, miközben két kézzel legyezte az arcát. Látván rémületét, no meg az üléseken, a padlón és az asszony ölében szétszorodott gyömbér emberkéket, Arista nem állhatta meg, hogy el ne mosolyodjon. Igazad volt, Bernice, a süteménytől tényleg jobb kedvem lett. Látod? Mutatott Fanen a barna bőrzekében feszítő férfira. Az ott Sir Enden, a legnagyobb élő lovak Sir Bracton után. A két napig tartó utazás végén az álmatag Arista a Pickering legények táborában bújkált Bernice elől. A két ifjú Pickering elegáns aranyzöld sávos sátrat hozott, amelyet a főtábor keleti peremén állítottak fel. A három gyermekkori barát a sátor bejáratánál ült, a faponzákkal feltámasztott, cakkos szegélyű vászontető alatt. Bal oldalon az Essendon ház aranysólyban szárnyalt vörös mezőben, jobbra a Pickering család arany kardja villogott zöld mezőben. A legtöbb nemeséhez képest a Pickering fiúk szerény tábort tudhattak magukénak. Néhány sátor
holmi kicsinyített erődítményre hasonlított, és a szolgáknak órákba került felállítani a díszes alkotmányokat. A pikeringek mindig könnyű felszereléssel utaztak, csataményeik és két teherhordó állatuk hátán vittek mindent, amire szükségük lehetett. Asztalt és széket például nem hoztak magukkal. Arista egy vászonlapon nyúlt el egyszerű köntösében. Burnis szívrohamot kapott volna, ha meglátja. Nem bánta, csodálatosnak találta, hogy kedvére terpeszkedhet és nyújtózhat a szabad ég alatt. A gyerekkorában átélt nyárünnepekre emlékeztette. Éjszaka a felnőttek táncoltak és vigadtak, míg a gyerekek a déli hegy oldalon, a hátukon fekve számolták a hulló csillagokat és a Szent János bogarakat, a Drondil mezőn, a pikeringek birtokán. Ilyenkor mind ott voltak, Mauvin, Fanen, Arik, még Lenára is, mielőtt a fiúk húgából finomkodó kisasszony várt volna. Arista emlékezett, milyen érzések töltötték el, amikor a hűvös éjszakai szellő simogatta a bőrét, milyen volt mezitláb sétálni a fűben, az égen szétterülő csillagpermetet bámulni, miközben a zenekar a Khalid Portmort, a Galilini népdalt játszotta. És látod ott azt a tagba szakadt vitézt, zöld tunikában? A Sir Gravin, a híres kalandorlovag, leginkább a Nefronita egyháznak dolgozik, tárgyakat kerít kézre, szörnyetegeket öl, ilyesmi. Az egyik legnagyobb élőhősnek tartják. Vernesből származik, Delgozból. Fanen, mindenki tudja, hol van Vernes, felelte Arista. Tényleg, hisz ezeket mind meg kellett tanulnod, csapott a homlokára az idősebb pikering. Méltóságos nagykövet asszony, tette hozzá, azzal ültében bemutatott egy elegáns meghajlást. Neves csak, majd te is megkapod a magadét, vágott vissza a lány. Egy napon már kivál lépsz elő, és vége a lazsálásnak, elszólít majd a kötelesség. Ne is mondd, ingatta a fejét szomorúan Fanen. Ha nem lett volna három esztendővel fiatalabb Mauvinnál, Fanen az ikertestvérének is beillett volna. Mindkettő örökölte a daliás pikering vonásokat, a nemes arcélt, a tömött holló fekete hajat, vakító fehér fogakat, és apjuk széles hátát, ami deréktájon a lefelé fordított háromszög csúcsánál atlétikusan összeszűkült. Fanen vékonyabb és alacsonyabb volt, és még Mauvin bozontja kuszán lobogott, ő mindig szépen megfésülködött. Ezért kell megnyerned a tornát, mondta az idősebb pikering az öccsének, és természetesen meg is fogod, hiszen vérbeli pikering vagy, és a pikeringek mindig győzedelmeskednek. Nézd csak meg ott azt a fickót, esélye sincs. Arista nem erőltette meg magát, hogy felüljön. Mauvin egész éjjel mutogatott, és azt ecsetelte, miért fogja Fanen könnyedén legyőzni a többi bajnokot. Mindezt az idegen lovagok járásából szűrte le, vagy abból, ahogyan a kardot felkötötték. A hercegnő nem kételkedett, hogy az idősebb pikeringnek igaza van, de végtelenül fárasztotta a téma. Mit kap a nyertes? Ötlött hirtelen az eszébe. Még nem hirdették ki, motyogta Fanen. Valószínű, hogy aranyat, felelte Mauvin. Valamilyen díj formájában, de az egész verseny nem ettől olyan fontos. Ha Fanen hazahozza a trófeát, végre nevet szerez magának. Igazából már van neve, hisz pikering, de címet még nem érdemelt ki magának hozzá. Ha sikerül neki a címet is megszerezni, végtelen lehetőségek tárulnak fel előtte. Az is lehet, hogy földet adományoznak a bajnoknak, akkor letelepedhet. Remélem is, mert nem akarom egy kolostorban végezni. Még mindig firkálsz, Fanen? Kérdezte a lány. Már jó ideje nem írok verseket. Pedig jó érzékkel csináltad, legalábbis így emlékszem, folyton csak körmöltél. Hogy abba hagytad? Közben elsajátította a kard költészetét, válaszolta fivére helyett Mauvin. Ennek jobb hasznát veszi, mint a tollnak. Az ott kicsoda? Mutatott a fiatalabb pikering nyugat felé. Rentinoál, az önjelölt géniusz. Nem fogod elhinni, hozott magával egy ilyen valamit, egy hatalmas szerkezetet. Azt mondja, a tornára készítette. Miféle szerkezet az? Mauvin megvonta a vállát. Kutya legyek, ha tudom, de annyi bizonyos, hogy emberes méretei vannak, vízhatlan vászon alatt tartja, és visong, mint egy bakfis, a szekere véletlenül kátyúba döccen. Nézd csak, az ott nem Rudolf herceg? Hol? Aki hercegnő feltámaszkodott a könyökére, és a szemét merezgette. Mauvin kuncogott. Csak viccelek, Arik elmesélte a Rudolfal kapcsolatos sajnálatos félreértést. Te találkoztál Rudolfal? Kérdezte a fiatal nő. Ami azt illeti, igen, így Mauvin. A fickónak még a szamarai is azon bosszankodnak, hogy ilyen rokonuk van, mint ő. Beletelt egy percbe, de Fanen és Arista nevetésben törtek ki, amihez a tréfa kiagyalója is csatlakozott.
Fejedelmi balfék, annyi bizonyos, és lenne, mint aggódnom, ha egész életemben neki kellene paroláznom. Csodálkozom, Arista, hogy nem változtattad békává vagy valami. A hercegnő jókedve egy szempillantás alatt elillant. Mit mondtál? Hát tudod, rontást bocsáthattál volna rá, ha egyetlen hétre békává változik. Mi a baj? Semmi. Fordult hassa a lány. Én nem úgy gondoltam. Semmi baj, hazudta Arista. Csak tréfáltam. Az előző tréfád jobban tetszett. Arista, én tudom, hogy nem vagy boszorkány. Hosszú, kényelmetlen szünet következett. Sajnálom, szabadkozott az idősebb pikering. Elég sok időbe került, mire kinyögted, dorgálta meg a lány. Rosszabbul is elsülhetett volna, váltott témát Fanen. Árik belekényszeríthetett volna egy házasságba Mauvinnal. Ez beteges, fordult vissza Arista és felült. Mauvin megbántódva nézett a fiatal nőre. A hercegnő megrázta a fejét. Úgy értettem, olyan lenne, mint a saját fivéremhez kellene hozzámennem. Mindig is családtaglak tekintettelek benneteket. De nektek ne mondd el, tanácsolta Mauvin. Évek óta oda van érted. Komolyan? Ja, és az se kötött ki, hogy én mit mondtam. Ő a legjobb, ha elfelejtett, hogy szóba hoztam. Na és ez a kettő? Kérdezte hirtelen Fanen, egy roppant méretű, vörös-fekete csíkos sátorra mutatva, amelyből éppen kilépett két férfi. Az egyikük hatalmasan nőtt, haragos vörös szakálla és bajusza csak úgy világított a tűzfényben. Újatlan, skarlátpiros tunikáját kiegészítendő, zöld posztóval bevont övet és horpat fémsisakot viselt. A másik magas volt és vékony, hosszú fekete haja ugyanolyan rendezettnek tűnt, mint csinosra nyírt, hegyes fekete kecske szakálla. Vörös reverendája fölött hordott fekete köpenyege lobogott a szélben, a mellkasán a törött korona jelét viselte. Na, velük nem mernék újat húzni, kezdte Mauvin óvatosan. A nagyobbik a Trenti Rufus, Lingard hadura, klánfőnök és az Esteldori emberek ellen vívott csaták veteránja, továbbá a Vilánhegyvidék hőse. Az ott tényleg Rufus? Mormolta ámulva Fanen. Azt hallottam, egy patkány türelmével és egy medve erejével bír. És kicsoda az a másik, a törött korona jelével, nyújtotta ki az ujját Fanen. Egyetlen testvérem, az bizony egy strázsa. És reméljük, hogy ennél közelebbről egyikünknek sem kell megismerkedni vele. Miközben Arista a két alakot figyelte, meglátott egy sötét sziluettet a távoli tűzrakás fényében. Az alak körvonalai hosszú szakállal és budgyos ingújjal egészültek ki. Mellesleg holnap korán akarok indulni, Fanen, szólt Mauvin. Előre szeretnék lovagolni. Nem akarok több port nyelni. Tudja valaki pontosan merre felé tartunk? Kérdezte az öccse. Olyan, mintha a világ végére mennénk. Arista bólintott. Sauli valami kisfaluról beszélt az érsekkel. Úgy emlékszem, Dahlgrennek hívják. Visszafordult, hogy jobban megnézze magának a tűzfény előtt látott alakot, de az alacsony sziluett már eltűnt.